Április 29-én csütörtökön köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Ha csütörtök, közéleti magazinunkkal várjuk Önöket a hét legfontosabb eseményei mentén. Kövessék közösségi oldalunkat is a naponta többször frissülő hírekért. Mai műsorunkat napi aktuál című rovatunkkal kezdjük, amiben aktuális híreket láthatnak. Tartsanak ma is a Szentes Televízióval, már is kezdünk! Ez már a Szentes Televízió napi aktuál című rovata a mai tartalomból. Új turisztikai helyszín került kialakításra a Termáltó közelében. A Szentes Időlőközpont újdonságokkal várja a nyitást, dr. Kerekes Valéria ügyvezető számolt be a tervekről. A Csongrádi Gyógyfürdés huszada is készül a nyitásra, megfontoltan és óvatosan. Már is jönnek a részletek. Közel 3 millió forintos LEADER pályázatból valósította meg Szentesváros önkormányzata a Termáltavi ökoturisztikai bázis és sétaút kialakítását. Az építkezés tavaly novemberben fejeződött be a Termáltó közelében. A helyszínen lehetőség van túrautakra, valamint egy labirintus is kialakításra került. A túrabázis elsőleges célja, hogy Szentes természetét még jobban megismertessék az ide látogatókkal, illetve a kisebbeknek tökéletes helyszín lehet osztálykirándulásokra is. Mi 2018 áprilisában adtuk be a pályázatot városunk, LEADER pályázatot, hogy itt a Termáltó közelében egy kis ökoturisztikai bázis és egy sétaútvonalat alakíthassunk ki. Ugye a LEADER-ről tudni kell azt, hogy ez belterületen a nagyobb városok ugye nem használhatják föl csak külterületi helyszíneken, ezért esett többek közt a választás. Amellett, hogy azért Szentesváros önkormányzata a Termáltavat, mint tényleg egy természeti különlegességet eddig is szerette volna kihasználni, bár eddig jobban inkább csak a sportolók használták, de ezután is erőfeszítéseket teszünk arra, hogy további fejlesztések valósulhassanak meg. Ez a mostani, ahogy mögöttem is látható, egy túrabázis kialakításából, egy nádi labirintus és egy jó pár kilométeres sétaútnak a kialakítása jelzőtáblákkal. Ez valósult meg közel 5 millió forintért. Így most egy részletét már úgymond be tudjuk járni a tónak és a tó környékének, de mindenképpen, mivel elég nagy ez a tó, és elég nagy lehetőségek vannak benne, a jövőben is azon gondolkodunk, hogy bármilyen lehetőséggel, amivel tudjuk fejleszteni, ezt tovább fejleszthessük. Itt például szó van egy épület megvásárlására, itt nem messzire, ami már gyakorlatilag majdnem egy ilyen kis erdei iskola jellegű kérdés is tudna lenni, konkrétan gyakorlati bemutatóval, és például egy tűzrakóhelynek az elkészítését tervezi most éppen az Életjel Egyesület és Barát László úr, ami ugyancsak komfortossá és kívánatossá fogja tenni ezt a projektet. Miket láthatunk itt, milyen helyszínek vannak itt a Termáltó környékén? Tehát igazából maga ez az objektum, ez egy túrabázisként szerepelt a pályázatban, ugye áll egy ilyen pihenőből, ahol ugye megpihenhet, vagy ahonnan elkezdődhetnek tulajdonképpen a kirándulások és a túrák. Ehhez kapcsolódóan ugye tájékoztató táblákat helyeztünk ki, ami egyrészt bemutatja magát a Termáltó környékét, illetve a nagyhegyi városrészt, illetve annak szerepét a város életében, illetve tartalmaz rögtön egy magatartási kódexet, vagy hívjuk házirendnek, amit ugye illik betartani, ha valaki kint van a természetben, illetve egy olyan vonalvezetőt, mondjuk, aki kisgyerekekkel jönnek és tanulják a turisztikát, vagy a természetjárást, hogy mi az, amire oda kell figyelni, és akkor itt a szemeteléstől kezdve, ugye az élősködőktől való
elsősorban kullancs vagy szúnyogoktól való védelemre hívja fel a figyelmet, illetve azt, hogy milyen túrákra, mit vigyünk magunkkal, mit célszerű otthon hagyni, mit célszerű elhozni. De tulajdonképpen egy ilyen rövid kis felkészítés arra, hogy valaki, aki megy a természetre, mire kell figyelni. És rögtön itt, ahogy ide megérkezünk, ugye itt találunk két térképet, ami tulajdonképpen a projekthez kapcsolódóan a kialakított sétautakat mutatja be, illetve azokat lehet felkészülni, illetve innen lehet elindulni. Ugye többfajta turista utak találkozhatunk, ugye van a klasszikus festett turista utak, ezek körutak, ugye láthatjuk egy piros-zöld és egy sárga turistaút vezet, ez 3-tól 8,5 kilométeres köröket leírna a tó körül, illetve maga itt a tó és a veker közötti területen lehet ezeket teljesíteni. Emellett ugye vannak különböző GPS-es túrák, amit ugye a Szent Jupát Egyesülettel közösen alakítottunk ki. Ezek pedig 7 túraútvonalat foglalnak magába, ugye ez egy GPS alapú, illetve hát a fönt látható QR kódos ellenőrző pontokkal rendelkeznek, illetve van 2 állandó pontos tájfutópályánk, egy rövid és egy hosszú pálya, ezek már azért egy kicsit komolyabb tájékozódási képességeket igényel, ugye ezek már letélnek a lejárott utakról, tehát itt bemegyünk az erdőbe, adott esetben bemegyünk a rét közepére, adott esetben lemászunk a gödörbe, tehát ilyen jellegű pályák vannak, illetve hát mögöttünk itt látható van egy nádi labirintus, ami palló labirintus képítve, itt ez pedig arra szolgál, hogy hogy egy játékos formában itt a nádasba el lehessen szórakozni adott esetben a gyerekeknek vagy a családoknak, és akkor egy-két ilyen meglepetés történet van elhelyezve benne a labirintusban. Annak egy része már benn van, egy része készülőben, tehát ez is folyamatosan változni fog megfejlődni, illetve hát majd a későbbiek folyamán némi kis fejlesztést azért még szeretnénk komfortosabbá tenni a környezetet, tehát adott esetben kültéri játékelemek elhelyezésével, illetve szalonnasütők helyezésével tulajdonképpen lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogyha valaki ki akar jönni, akár csak egy fél órától kezdve, akár egy napra, akkor tudjon hasznosan a természetben időt eltölteni. Kinek vagy kiknek szól, hát elsősorban ez a túrabázis? Ez a pályázat ugye turisztikai jellegű pályázat volt, ami egyértelműen azt fejezik, hogy turistákkal szeretnénk megismertetni ezt a környéket, többek között akár az ornitológiához kapcsolódó turistákkal, mert közel 200 olyan madárfaj él itt a környéken, ami konkrétan védett madárfaj. Ehhez képest ugye itt most a közönségen is hál' Istennek itt voltak az óvodapedagógusok és iskolapedagógusok, is. Tehát a helyi óvodák és iskolák bölcsödéink, mert nem soká lesz egy második bölcsödénk is, az ő seregüket szeretnénk itt látni sokat, és szeretnénk, hogyha rengeteg informatív dologgal találkoznának, és sok tudást is szereznének, és egy jó természet közeli tapasztalatokat gyűjtenének. Úgyhogy közel 1000 óvodás van Szentes városában, elég nagy tömeget képviselnek, és az iskolások, bölcsödések is majd a turisták mellett úgy gondolom, hogy szívesen fogják látogatni a termáltó környéket. A Szentesi Időlőközpont új strandröplabda pályával várja az idei szezont. A nehézségek ellenére derülátóak, a környezet szépül, és várják a nyitás pontos részleteit. A Szentesi Sport és Üdülőközpont ügyvezetője, dr. Kerekes Valéria a tavaly március 16 óta eltelt időszakot elemezte. Rendkívüli helyzet volt, amihez azonnal alkalmazkodni kellett, idézi fel a történteket. Az uszoda azonban nem volt üres, a sportolók betartva a járványügyi védekezés szabályait sportolhattak. Azzal kell kezdeni, hogy ja Istenem, mert azért a tavalyi évünk az hát rendkívüli volt, mint ahogy szerintem mindenkinek, nem csak az országban, hanem az egész világon. Ugye tavaly be voltunk zárva március 16-tól május 6-ig, utána novembertől megint be voltunk zárva, ilyen felemás módon, hogy a sportolók azért szerencsére jöhettek. Az alapvető az a vízilabda volt. Vízilabda mérkőzéseket ugye zárt kapusan főként a Szentes TV közvetítésével láthatták a nézők. Úszóverseny nálunk eddig nem volt, illetőleg
házi verseny volt, tehát más tehát területi vagy országos úszóverseny nem volt. Ezek is beindulnak, tehát a május második hétvégén a szeniorok úszóversenye lesz megtartva, május végén az óvodától az olimpiáig, tehát indulnak a versenyek, és bízom benne, hogy mindenki jól fogja magát érezni, és sikeresek lesznek. Beindul, szép lassan az előírásoknak megfelelve, de nem volt tétlen az úgynevezett pihentető időszak sem, hiszen a felújításokat célzó munkálatok folyamatosak voltak. Tavaly megcsináltuk a panziós házak felújítását a kisfaludi projektből, azon kívül, meg önerőből még, amit tudtunk. Amit a koronavírus járvány miatti védekezés megakadályozott, az a brügöknek a teljes felújítása. Ott gyakorlatilag annyi futotta csak, hogy használhatóvá tettük a medencéket. Így bár a vízük az kellemes, de maga a medence meg a környezete az nem az, amit kellene, meg amit szeretnénk elérni. Viszont előkészítve ezt a beruházást lehetővé tettük azt, hogy a vendégeink az alap áron, tehát az egyes zóna áron a benti wellness szolgáltatást is igénybe vegyék. Nagyon sok mindent megcsináltunk a zárás időszaka alatt, nagyon sok felújítani, javítani való van. Talán a vendégeket a legjobban érintő itt a háttérben látható átrendezés, amivel azt szeretnénk elérni, hogy a medencének, az 50 méteres, a kinti 50 méteres medencének a kemping felőli része is jobban a strand részévé váljon, tehát naposabb legyen, nyilván füvesítés is folyamatban van. Ezen kívül kialakítottunk itt egy kinti zuhanyozót, és a fő idényre meg akarjuk valósítani azt, hogy itt a medence mellett is legyen mellékhelyiség, ami egyébként is kevés van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az, hogy csövet hol cseréltünk, vezetéket hol kellett felújítanunk, ez nem hiszem, hogy annyira foglalkoztatja a strandolni vágyókat, akiket már nagyon-nagyon és nagyon nagy szeretettel várunk. De úgy gondolom, hogy ez az átalakítás azért mindenkinek, vagy nagyon sok embernek az örömére fog szolgálni. A szezon egy különlegessége lesz az új strandröplabda pálya. Igen, idén kész lesz, és nem is akármilyen módon. Az élmény és a házak közé egy hatalmas füves terület található most ott, és igazán nem kihasznált. Oda szeretnénk, hát nem pont a nyitásra, de a fő szezon elejére egy strandröplabda pályát felépíteni, ami olyan szintűre kell, hogy elkészüljön, hogy ott akár világversenyt is lehessen tartani. Jó, tudom, nem egy pályán fognak világversenyeket rendezni, de a színvonalat biztosítanunk kell. A héten várható a következő lépés, amikor a beoltottak száma eléri a 4 millió főt. Amikor ez teljesül, új intézkedések lépnek életbe. Ezen intézkedések jelentős része védettséghez, úgynevezett védettségi igazolványhoz lesz kötött, írja a kormány.hu hivatalos portál. Az eddigi nyitások még nem érintettek bennünket. A jövő hét közepétől, második felétől azt várjuk, hogy mi is teljesen kinyithassunk. Egyelőre csak az oltással rend, illetve a védettség igazolványa rendelkező felnőttek, meg a 18 év alattiak részére. A 18 év alattiak az még egyelőre nehezen kihámozható a kormány rendeletből, de nyilván ezen majd fogunk még dolgozni. Valószínű, hogy úgy lesz, hogy a sportrendezvényeket is látogathatják majd ez a kör, és a szolgáltatásokat is igénybe vehetik. Ugyanez vonatkozik a szállásra is, és a strandolásra is. Lehet mit mondani annak, aki most telefonál, akár szállásért, vagy a nyárra érdeklődve? Hát azt mondom, aki most telefonál, hogy igyekezzen,
mert az a tapasztalat, hogy július-augusztusra már igencsak minden helyünk betelt, és nem csak nálunk ez a tapasztalat, hanem szinte a környékben, tehát az összes szálláshely, akivel kapcsolatban vagyunk, az mindenről számol be, hogy hatalmas az igény, és hatalmas a rohan. Nyilván az emberek teljesen normálisan szeretnék bepótolni, vagy valamit bepótolni abból, amit eddig nem volt lehetőségük. A Szentesi Üdülőközpont készül tehát a nyitásra. Nagy érdeklődésre számítanak, éppen ezért az ügyvezető azt mondja, ahogy lehet nyitnak és terveznek. A szezonnyitás az azonnal, ahogy megjelenik a kormányrendelet, illetve most már a belügyminiszter úrnak a döntése, hogy elértük a kellő oltottsági szintet, nagyobb szezonnyitó partit, bulit, azt nem szervezünk az idén. Nem is szervezhetünk, mert rendezvényeket nem lehet tartani, de ilyen bizonytalan helyzetben képtelenség. Szeretnék, ha folytatódnának a vízi nyári táborok is, az egyeztetések ezügyben folyamatosak. Az egészségre pedig, mint mindig, fokozottan és lelkiismeretesen figyelnek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek itt a nyári szünidőben jól érezzék magukat, és nem mellékesen úszni és tanuljanak. Folynak már ezzel kapcsolatban a tárgyalások. Biztos vagyok benne, hogy minden sportszervezet, meg minden eddigi szervező ugyanúgy meg fogja a táborát tartani, mint ahogy tavaly előtt. Nálunk elég szigorúak a szabályok egyébként is, tehát mi soha nem játszottunk a vendégek egészségével. A fertőtlenítés, a vegyszerezés az mindig maximálisan be volt tartva, a tisztaság is, tehát én úgy gondolom, hogy eddig is mindent megtettünk. A plusz, amit nyilván a több takarítás, az alkoholos kézfertőtlenítő, de beszereztünk most már 5 ózonozó készüléket, és a közös helyiségeket azt éjszakánként ózonozzuk. Tehát a biztonsági őrzés ellátó kollega, vagy a biztonsági őrök, azok ütemrend szerint, ütemterv szerint mennek, és ózonoznak éjszakánként. Így ezzel is minimálisan csökkentjük a fertőzés veszélyt, hát nyilván a házakba meg a távozást követően minden házat szigorúan ózonoznunk kell. A csongrádi gyógyfürdés úszoda készül a nyitásra, megfontoltan és óvatosan. Napra pontosan jegyzik, mióta tart rendkívüli időszak. Eközben hamarosan elkészül az új infraszauna is. Az elmúlt egy év és a szezon erről szól összefoglalónk. A csongrádi gyógyfürdő és úszoda vezetője, Kanalasné Donka Erika pontosan számon tartja a zárás napjait. Ez ott jártunkkor 167 nap volt az őszi időszaktól számolva, de azt is láthattuk, hogy szorgos kezek már azon fáradoznak, hogy a nyitáskor minden makulátlan módon fogadja majd a látogatókat. Az biztos, az elmúlt év nem volt könnyű. Én úgy gondolom, hogy nem csak mi, hanem országszerte valamennyi fürdő nagyon nehéz évet tudhat maga mögött. Ugye tavaly március 16-ával villámcsapásként ért mindenkit ez a bevezetés, hogy sorra be kellett zárni a strandoknak, fürdőknek a járványügyi helyzet miatt. Akkor mi 70 napot voltunk zárva, nagyon nehéz volt az az időszak is, de próbáltuk úgy felfogni, hogy egy kicsit hosszabb időszak van arra, hogy felkészüljünk a nyári szezonra. Május 27-én megnyitottunk, és az időjárásnak köszönhetően július-augusztus hónapban kimagasló vendégszámot értünk el, és betudható ez annak is, hogy az emberek ugye vágytak arra, hogy a zárvatartások után egy kicsit magukévá, vagy magukénak érezzék újra a fürdőket. A szezon viszonylag gyorsan így lezárult ezzel a 2 hónappal, majd jött ugye a szeptember, amikor már éreztük annak hatását, hogy az iskolai úszásoktatást már el sem kezdték az általános iskolások, hiszen mindenki beszélt arról, hogy jön a fertőzés második hulláma, és elővigyázatosságból próbált mindenki inkább óvatos lenni. A nagy érvágás a második volt, amikor november 11-ével újra be kellett zárni a közösségi színtereket. Ugye ez bennünket is érintett, és én már 167. napja a mai nappal
zárva tartunk, ugyan tegnap megjelent, hogy újra nyithatnak közösségi színtérként a fürdők is, többek között a teraszokkal, állatkertekkel, vadasparkokkal, múzeumokkal a 4 millió oltási számot elérve. Most ezzel folynak az egyeztetések, hogy hogyan tovább. A fürdővezető ezután azt meséli, hogy megfontolt és alapos döntést kívánnak hozni a nyitással kapcsolatban, éppen ezért többoldalú egyeztetéseket kezdeményeztek, hiszen sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. A mai napon polgármester úrral beszéltük meg, ugye, hogy megjelent a közlönyben a kiírás, viszont a szakmai szervezetek részéről még nincs egységes állásfoglalás ezzel kapcsolatosan. A Magyar Fürdőszövetség elnöke küldött egy e-mailt, pontosítást várnak a közlönyben foglaltakkal kapcsolatosan. Itt több kérdést fölvet azért ez jogilag is a nyitással, hogy ugye hogyan lehet ezt ellenőrizni, hogy biztosan mindenki a saját igazolványát, védettség igazolványát mutatja föl, illetve fölvetik még azt a kérdést is, hogy itt regisztráltak ugyan a dolgozók, de az állományi dolgozókból 50% kapta meg az oltását, ebből is az 50%-ból is csak 3-an vannak, akik mindkét oltáson túl vannak, tehát bizton mondhatják, hogy igazából védettséget élveznek. De menjünk vissza egy kicsit. Lantos Sándor ügyvezetőt már arról kérdezzük, hogy a munkavállalókat hogyan érintette az elmúlt időszak, hogyan hidalták át az elmúlt hónapokat. A magam részéről örülök annak, hogy kormányzati segítséggel, ami azt jelenti, hogy a dolgozók bruttó bérének az 50%-át Magyarország kormánya pályázat alapján megtérítette, nem küldtük el a létszámot. Olyan szempontból ez meghatározó, hogy olyan kvalifikált szakemberekről van szó, akit bárki, aki esetleg beesik az utcára, nem tud helyettesíteni. Ezt a majd egy évet olyan jellegű hasznos munkavégzéssel igyekeztünk tölteni, hogy amire az üzem alatt nem volt idő, azokat a hiányosságokat, korróziós karbantartási munkákat ütemeztük, és örömmel mondhatom azt, hogy sikerült is elvégeznünk. Az egészség megóvása kiemelt. Ez a következő időszakban is így lesz, hiszen a vezetők számára ez mindenképpen fontos. Magát az iránymutatást, amit ezzel kapcsolatban a fürdőre, illetve a közintézményekre kiadtak, maximálisan igyekeztünk betartani. Ez azt jelenti, hogy a belépéskor kötelező volt a kézfertőtlenítés. Két automatát vásároltunk ennek a biztosítására. A maszkot ugye a dolgozó személyzetnek, illetve a vendégeknek zárt részen előírtuk. Vásároltunk két ózongenerátort, ezzel a nem nyitvatartási időben azokat a helyiségeket, amit a vízilabdások használtak, kifertőtlenítettük. Én úgy érzem, hogy a fertőzés veszélye elkerülése véget talán a rendelkezésre álló lehetőségek közül mindent megtettünk. Csongrádon a versenyszerűen sportoló szakosztályok használhatták a létesítményt, viszont az uszoda használat a következő időszakban számukra is módosulhat, ám egyelőre ez pontos rendelkezésben nem rögzített. December elejétől lehetőséget kaptak a versenyszerűen sportoló szakosztályok sportolói, hogy látogassák az uszodát. Ez főleg inkább a vízilabda szakosztályt érintette, hiszen nekük versenyidényük volt. Így alpolgármester úrral önkormányzati szinten egyeztetve napi szinten beszéltünk arról, hogy milyen feltételekkel hogyan látogathatják a sportolók az uszodát. Délután 2 és 7 óra között tehát így nyitva tartunk, és főleg a vízilabdások, a kajakosok, szeniorúszók látogatják az uszodát. Rájuk nézve, illetve a versenyszerű sportolókra az új rendelet majd nyilván értelmezés után hoz-e változást a mindennapjaikba?
Elképzelhető, igen, polgármester úrral ezt is beszéltük reggel, de időt kért, hogy ő is átértelmezze a közlönyben foglaltakat. Elképzelhető egy részleges nyitás védettséget igazolni tudó, és versenyszerűen sportolók lehet, hogy bővebben nyitni fogunk, tehát bővebb körben fogunk nyitni a látogatók tekintetében. A szezonra készülnek tehát Csongrádon, de az óvatosság elvével. A körülmények adottak, folyamatosan szépül a környezet, és megújul az infraszauna is. Korszerűsítjük az elszívó és befúvó rendszert, ez komplett a belső rész légtechnikai rendszerének a felújítását érinti. Ilyen természetes korrózióként a termálvíz, amit okoz, jelentkezett a benti gyógymedencék fuga hiánya. Egyszerűen hiányzott a fuga, amit megfelelő agresszív vizet tűrő anyaggal sikerült kifogázni. Ugyanakkor örömömre szolgál, hogy elbontottuk az infraszaunát, ez megújul, várhatóan a nyitásra el is fog készülni. Magát a védőterületet igyekeztünk gondozni, illetve az itt lévő öltöző, faburkolattal rendelkező padokat, egyebeket a kollégáim lefestették. A látogatottság azért függ mástól is, viszont bizakodóak a csongrádi vezetők, és remélik, hogy szolgáltatásaik vonzóak lesznek az idei nyáron is. Hogy mikortól, az hamarosan kiderül. Itt gyorsan reggel ugye körbe telefonálgatták a fürdővezetők egymást, hogy ugye mit jósolnak, vagy mihez tartják magukat. Itt a környékben én úgy gondolom, hogy a legtöbb fürdő, akik szállással nem rendelkeznek, így a pünkösdi hétvégét célozta meg, de akadt olyan is, aki azt mondta, hogy ő kivárja a júniust, és inkább óvatosabban. Tehát azért gondolom, hogy elképzelhető nálunk is részleges nyitás, de szerintem pünkösnél hamarabb nem valószínű a teljes egészében történő nyitás. Nem akarok felelőtlenül dátumot megjelölni, mindenképpen egyeztetünk önkormányzati szinten, és a felügyelő szakhatósággal, az ANTS-szel. Ha a lehetőséget kapunk, akkor biztos, hogy lesznek nyáron rendezvényeink. Természetesen óvatosan kell most ezt is kezelni, én úgy gondolom. A csongrádi gyógyfürdő és úszoda látogatottsága nagyban függ a tiszai vízállástól. Hogyha magas lesz, és a köröstorok nem tud vendégeket fogadni, akkor teltházra számítunk. Hogyha alacsony lesz a vízállás, akkor is az a tapasztalatunk, hogy július-augusztus hónapban, aki a szabadságát Csongrádon tölti, visszajön ide, családjával szívesen látogatja a mi fürdőnket, mert ugyanis ilyen családias hangulatú ez a rész. Én úgy hiszem, mindenki várja, hogy biztonságosan fürdőzhessen, és kollégáim és a magam részéről igyekezünk ezt biztosítani, és szeretettel várjuk a vendégeket. Ezzel napi aktuál című rovatunk végére értünk. A reklám után már közéleti magazinunkkal várjuk vissza önöket, tartsanak velünk továbbra is! Védje növényeit biológiai úton az Árpád Biokontroll 2003 Kft. Termékeivel és szakmai segítségével. Különböző kultúrákban, különféle károsítók ellen. Alkalmazzon poszméheket a kiváló terméskötődés és minőség elérése érdekében. Válassza a minőséget, termesszen egészséges árut. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnya is imogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu
A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Olyan korláttal születtem, ami meghatározza az életem. A világot nem, de a céljaimat mindig tisztán látom magam előtt. A hajnali fénnyel kelek, egy újabb nap vár rám. Valaki egy dalt játszik a zongorán. A hang repít, mindenen át, veled a lelkem féktelen. Bennünk van a végtelen. Előtted is kinyílik a világ. RED csomagok korlátlan belföldi mobilnettel. Together we can. Vodafone. Én nem félek az oltástól, sőt, egyrészt nincs más megoldás, másrészt végre van megoldás, mert eddig egy évig nem volt. Tarthatatlan, hogy otthon vagyunk és leszokunk arról, hogy ülelkezünk, meg puszit adunk a másiknak. Az orvostudomány eddigi torony magasan legnagyobb vívmánya, találmánya a védőoltások. 100 milliók életéről van szó, nem 10 milliók életéről. Én decemberben túlestem ezen a betegségen, annyira vigyáztam és annyira óvatos voltam, és mégis természetesen én is regisztráltam, én is várom már azt, hogy mikor kerülhetek sorra. Rajtunk is múlik, meddig tart még a járvány. Az oltás életet ment. Vakcina info. Már több mint 3,5 millió ember kapott oltást Magyarországon. Érkeznek a vakcinaszállítmányok, és ennek köszönhetően a regisztráltak több mint 2/3 már megkapta az oltást. A járványügyi adatok az oltásoknak köszönhetően javulnak, de még nincs vége a vírus elleni küzdelemnek. Csak az oltással kaphatjuk vissza a megszokott életünket. Ha még nem tette meg, regisztráljon. Együtt újra sikerülni fog. A Szentes Televízió közéleti magazinját látják. Mai magazinunkban a professzor dr. Rusvai Miklós víruskutatóval és dr. Dobos András mikrobiológussal készült stúdióbeszélgetésünket láthatják a vírushelyzetről. Következzen tehát a beszélgetés. Magyarország kormánya az újranyitási stratégiát a beoltottak számához kötötte, az elmúlt héten vártuk a 3,5 millió beoltottat, a héten pedig a 4 milliót, ahogyha eléri ez a szám, illetve az oltottak aránya, akkor újabb nyitási lépésekre kerül sor. 4 millió, kimondva nagy ez a szám, ám fontos arról beszélni, hiszen minden napjainkban továbbra is egyik vezető téma, az oltás, a vakcinák miensége, és az, hogy valaki felvegye, hogyan vegye fel, vagy éppen melyiket szeretné megkapni. Fontos erről beszélni, és megtisztelő, hogy stúdiónkban köszönhetjük professzor dr. Rusvai Miklós, urat egyetemi tanár, az MTA doktora, víruskutató. Köszönöm a meghívást. Köszönjük, illetve dr. Dobos András, címzetes egyetemi docens, mikrobiológus állatorvos. Kivesézzük tehát ezt a témát, és azért fontos arról beszélgetni mindig, hogy azok az emberek, akik hozzáértenek, akik országosan, térségünkben keresnek és meghallják a hangját, ők milyen véleményen vannak a különböző napi történések, hírek, események mentén. Ugye fontos arról beszélni, hogy szinte ma már társadalmi kérdés lett az oltakozás kérdése, és az, hogy a Magyarországon elérhető 6 vakcina típus, milyen, melyiket szeretném megkapni, melyiket ajánlja a háziorvos. Ön mit gondol erről? Fontos-e ezt ilyen szinten kisarkítani, kiszélesíteni, hogy valóban a mindennapjainkat meghatározza az, hogy melyik vakcinát, melyik oltóanyagot kapjuk meg? Először is azt kell tisztázni, hogy bármelyik oltás jobb, mint az oltatlanság, tehát a
fertőzés átvészelése senkinek nincs előnyére, még azoknak sem, akik kevésbé szenvedik meg adott esetben a betegséget. Tehát aki könnyebb tünetekkel, kórházba nem kerülve esik át a betegségen, azokban is maradhatnak hosszú távú mellékhatások, illetve lehet, hogy valaki enyhébb tünetekkel vészeli át a betegséget, de olyannal még nem beszéltem, aki élvezte volna. Tehát magyarul mindenképpen tanácsos elkerülni azt, hogy megbetegedjünk, erre pedig legjobb módszer a vakcinázás. Azt, hogy melyik vakcina, amikor vakcinabőség lesz már, akkor én pártolom azt, hogy mindenki választhasson, ugyanúgy, ahogy gépkocsiból lehet választani, vagy tejfölből, vagy akármilyen más termékből. Igen, amikor már a vakcinák ott állnak majd, és mindegyikből bőség lesz, akkor lehessen választani. Most jelenleg én még mindenkinek azt tanácsolnám, hogy oltassa magát a legelső felajánlott vakcinával, az orvos úgyis csak olyat ajánl, ami az adott beteg számára ajánlható, tehát ő ismeri az esetleges alapbetegségeket, fogadjuk el az adott vakcinát, és ha később szükség lesz arra, például Amerikába akarunk menni, vagy olyan országba, ahol adott esetben nem fogadják el azt a vakcinatípust, amivel én az első oltást megkaptam, akár néhány hét elteltével már, amikor vakcinabőség lesz, rá lehet oltani egy olyan vakcinával, amit az adott országban elfogadnak majd. Tehát ebből a szempontból nem jelent különösebb hátrányt az sem, hogyha valaki már alapimmunizálásban részesült, most akkor nevesítsük például a Sinopharmmal, az Egyesült Államokba akar menni, ahol ezt nem fogadják el, akkor júliusban, mielőtt repülőre ő beoltatja magát majd a Pfizerrel. Uh-huh. Ugye elindult az oltási kampány, doktor úrnak van-e arról valami információja, hogy ez városunkban Szentesen hogyan, milyen módon történik? Igen, köszönöm a kérdést. Az oltást vezető főorvos asszony üdvözletét küldi minden kedves lakosunknak, és azt üzeni, hogy igen, nagyon jó ütemben halad az oltás, nagyon jó a szervezettség Szentesen, és magas Szentesen az átoltottság. Köszönet részben a katonai segítségnek, én is észleltem ezt egyébként tényleg rendkívül gyorsan és nagyon nagy segítséggel. Néhány perces várakozás után Szentesen meg lehetett magát a procedúrát úszni idézőjelben. Köszönöm egyébként tényleg ezt az áldozatos munkát. A főorvos asszony azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól ütembe haladunk, tehát szerintem Szentes az országos átlag fölötti átoltottsággal bír, és ez köszönhető a korábbi professzor úrral tartott megbeszélésnek is, illetve riportnak is, mert én úgy gondolom, hogy az ő megnyugtató szavai azért sokat jelentenek ebben az esetben. És valóban egyébként a vakcinának az a tulajdonsága, hogy a súlyos szövődményeket, a később kialakuló súlyos szövődményeket, a társadalmi szintű, állomány szintű elnézést, hogy így kell mondanom, súlyos szövődményeket megelőzze, ez rendkívül fontos. Na nézzünk egy kevésbé megnyugtató számot, hiszen ma Magyarországon már több mint 27 ezer olyan elhunyt betegről tudunk, akik a vírus szövődményeinek is áldozatai lettek. Sokat halljuk azt, hogy a lakosság arányához képest Magyarországon az elhalálozás igen magas. Mi lehet ennek az oka? Világelsők vagyunk, tehát ezt nem lehet letagadni, hogy tegnap előtt vette át ezen a képzeletbeli listán Magyarország a vezető szerepet, és ha az olyan mini államokat kihagyjuk ebből a világranglista, ebből a szomorú világstatisztikából, mint Gibraltár és San Marino, amik ugye Európában vannak, de beékelődve más országokba, és így bár statisztikailag külön tartják őket számon, de ilyen szempontból talán mégsem mérvadóak. Tehát ha ezt a két mini államot kivesszük, akkor azt látjuk, hogy az első 10 helyezett az úgynevezett posztszocialista ország. Tehát Magyarország után Csehország jön, aztán Bosznia-Hercegovina, Macedónia, aztán azt hiszem Szlovénia, Szlovákia és így tovább. Tehát az első 10 között a 10. Belgium,
az egyetlen olyan, amelyik nem ebben a térségben, ebben a posztszocialista térségben van. Ennek több magyarázata lehet. Egyrészt az egészségügyi eléggé lelomlott ugye a korábbi évtizedekben, tehát egy meglehetősen rossz infrastruktúrát örököltünk. Másrészt talán a lakosságnak az egészségtudatossága sem olyan mértékű, mint nyugaton, jóval magasabb a dohányosok aránya, adott esetben a szívérrendszeri betegséggel küzdők száma, cukorbetegek száma. Tehát mindez, hogy a lakosságnak az általános egészségügyi állapota ebben a térségben rosszabb, ez vezetett ahhoz, hogy ezeket a szomorú statisztikákat ezek az országok vezetik. A másik, ami még szintén hozzátartozik ugye ehhez a statisztikai elemzéshez, az az, hogy talán itt egy kicsit az emberek éppen az egészségügy állapota miatt mindig kicsit későn mennek orvoshoz, későn igyekeznek minél később kórházba kerülni, és akkor sajnos ez már sokszor késő, tehát sokszor olyan állapotban kapnak már betegeket az orvosok, amikor nem tudnak rajtuk segíteni. Ez talán régi szokásokhoz vezethető vissza, akár az egészségkultúráról volt szó, vagy az egészségügyhöz való viszonyról, tehát talán felelőtlenebbek vagyunk mi Magyarországon a saját egészségünkkel kapcsolatban? Mi állatorvosok azt tanultuk annak idején, hogy a legfontosabb gyógykezelés a prevenció és a megelőzés. Tehát a járványtannal foglalkozó állatorvosi stúdiumunk legelső metodikája volt, hogy járványvédelmi rendszabályok betartása, higiéniai rendszabályok betartása és a vakcinázás. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű járványos megbetegedés esetén egy rendkívül szigorú eljárás ennek kell eleget tenni, és ennek most a vakcinázás az, amely ennek az eljárás, ennek az szinte az első, legfontosabb szintje. Most ennek kell eleget tenni, hogy ez a statisztika csökkenhessen. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos. De akkor tegyük hozzá azt is, hogy ez kétségtelenül igaz, de ez csak kiélesítette most ezt a problémát. De mihelyt lecseng ez a Covid-járvány? Én őszintén remélem, hogy egy fél éven belül túl leszünk rajta, és a kórházak, az egészségügy visszaállhat a korábbi szintre. Tehát ne felejtsük el azt, hogy az egészségünk az a legfontosabb munkaeszközünk, és ez érvényes a fizikai dolgozótól a vezető szellemi elitig mindenkire. Tehát az egészségünkre sokkal jobban kell vigyázni, és amit a doktor úr mondott a prevencióról, az nem csak a fertőző betegségekre vonatkozik, hanem ugyanígy a rákszűrésre, a tüdőszűrésre, a vérnyomásvizsgálatra, a cukorszűrésre és a többire. Tehát egy kicsit próbáljunk egészségtudatosabbak lenni, és akkor talán nem kell majd ilyen szomorú statisztikákat elemezgetni a jövőben. Igen, talán rossz szót is, bocsánat, használtam, mert nem felelőtlenek vagyunk saját magunkkal, hanem figyelmetlenek csupán. Igen, én ugyanezt szerettem volna mondani, tehát a prevenció most ebben az esetben egy kiélezett prevenció, de a saját magunk életére preventáltan előre oda kell figyelni, én is úgy gondolom. Tehát a mozgás, tehát a megfelelő vitaminszintek fogyasztása, az étkezés szokások megváltoztatása rendkívül sok feladata lesz, én úgy gondolom, a következő időszakban, amikor valóban az a járvány elmúlik, annak, hogy az egészségügybe kialakuljon egy prevenciót szolgáló, figyelmeztető hálózat és egy szűrési rendszer. Na nézzük a vakcinákat, és már is nézőink láthatnak egy táblázatot, amely a második oltás utáni fertőzések és halálozások adatait tárja az olvasó elé 100 000 oltottra tekintve. Ugye itt a számok alapján egy sor, rangsor fel lett állítva, az AstraZeneca, a Pfizer és a Sinopharm. Ugye láthatjuk azokat a számokat, amik a 100 000 oltott utáni megbetegedések, illetve elhunytak száma volt. Ugye a Pfizernél ez 175 volt, a Sputniknál 2, a Modernánál 12, a Sinopharmnál 78, az AstraZenecánál 6. Erre ugye a héten Karikó Katalin reagált is. Mit mutatnak ezek a számok? Hogyan kell ezeket értelmeznünk? Hogyan kell ezt a táblázatot értelmeznünk? Kritikával. Tehát mindenképpen kritikusan kell szemlélnünk ezeket az adatokat, és mögé kell tennünk más statisztikákat is, ahhoz, hogy ez értelmezhető legyen.
Tehát amit nem szabad elfelejteni, bár ebből a statisztikai összehasonlításból a Pfizer elég rosszul jön ki, de a Pfizer az a vakcina, amit legelőször kezdtek alkalmazni, tehát sokkal hosszabb idő állt rendelkezésre az oltottaknak ahhoz, hogy bocsánat, aki már nagyon idős, aki már nagyon beteg, az meghalhasson. Tehát ne felejtsük el, 4 hónapja kezdtek a Pfizerrel oltani, az idős otthonokban, szociális intézményekben 80 év fölöttieket. Tehát elnézést, de 80 év fölött már nagyon halandó az ember. Tehát ez alatt a 4 hónap alatt akkor is meghaltak volna emberek ezekben az otthonokban, hogyha nem oltották volna őket. Tehát ezt az oltás számlájára írni, hogy így mondjam, ez legalábbis kissé felelőtlenség. A másik, amit figyelembe kell venni, hogy a Sinopharmot, a Sputnik vakcinát körülbelül 1 hónapja kezdték, 1,5 hónapja. Tehát olyanok, akik 2-szer megkapták az oltást, ahogy itt szerepel, körülbelül 2-3 hete vannak. 2-3 hét alatt nagyon kevés ember halt meg, főleg a középkorosztályból. Ne felejtsük el ezt a vakcinatípust, ezeket a vakcinákat 65 év alattiaknak oltották. Tehát a legkritikusabb csoportban, a legidősebbeket, ugye a legkritikusabb csoport az egészségügyi dolgozók, akik a frontvonalában a legfertőzöttebb területen dolgoznak, tehát ők közöttük is nyilván sokan megbetegedtek, főleg a kezdeti időkben. A legidősebbek, ők közülük is sokan megbetegedtek, meghaltak azóta. Tehát a Pfizer vakcinát ezekben a csoportokban használták, és mondom már 4 hónapja. A Sputnik és a Sinopharm, akik a második oltást megkapták, körülbelül 3-4 hete vannak ilyenek, és a középkorosztályban, ami kevésbé érzékeny. Tehát nem célszerű statisztikailag összevetni ezeket a csoportokat, mert fals következtetéseket tudunk levonni. Tehát azért mondom, hogy kritikával és az egyéb adatok figyelembevételével kell ezt a táblázatot kezelni. Az országunkban rendelkezésre álló 6 vakcinát hatásmechanizmusuk alapján hogyan lehet csoportosítani? Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Annak idején professzor úrék összeállítottak egy nagyon finom táblázatot. Azért mondom finom, mert hihetetlen érdekes volt, és állatorvosok számára, orvosok számára is, és úgy gondolom, hogy amikor itt a vakcinák közötti választási lehetőséget felajánlják a kedves tulajdonosoknak, akkor én úgy gondolom, hogy tudni kellene, hogy a különböző vakcinatípus, amely a lecsék vakcina, a teljes vírus felületet tartalmazó vakcina, vagy éppen csak a tüskefehérjét tartalmazó vakcina, vagy éppen egy messenger RNS vakcina, az mi módon fejti ki a hatását. Ezeknek az immunrendszerrel más-más módon van kapcsolódási lehetőségük, ez azért egy elég komoly immunológiai hátteret és immunológiai ismeretanyagot igényel. Mindegyik vakcina jó, mindegyik egy kicsit más módon jó, de a betegség ellen mindegyik hat. Én úgy gondolom. Így van, így van. Tehát felelőtlen is lenne, bocsánat, választani laikusként, tehát nyilván orvossal, vagy házi orvossal. Ez kétségtelen, így van, az orvos. Az orvos. Tehát így azt van. Azért tudni kell, alapvetően 3 típusba sorolhatók ezek a vakcinák. Ugye van a teljes vírus tartalmazó vakcina, ez a Sinopharm, van a messenger RNS vakcina, a Moderna és a Pfizer, és van az úgynevezett vektor vakcinák, ez a Sputnik és az AstraZeneca. Ezek közül a 2 utóbbi, tehát, és akkor vegyük azt, hogy egy kicsit az immunológiai háttér, az immunitásunk pedig 3 szintű. Van a nyálkahártya immunitás, ami azt jelenti, hogy az orrüregben, a kötőhártyán, a szájüregben lévő nyálkahártya felszínére ellenanyagokat termel a szervezet, hogy védje a behatoló kórokozók ellen a szervezetünket. Ez az első védelmi vonal, tehát az úgynevezett nyálkahártya immunitás. A második védelmi vonal a vérünkben levő antitestek, amikről talán már mindenki hallott, tehát olyan ellenanyagok, amik a vakcina hatására vagy a fertőzés hatására termelődnek, és végül a 3. típusú immunitás, ez a sejtes immunitás, amikor a vírus már behatult a szervezetünkben, nem voltak ellenanyagaink, fertőzi a sejteket, és ezeket a fertőzött sejteket pusztítja el a sejtes immunitás.
a három szintű immunitásból, tehát nyálkahártya, antitestes és sejtes immunitás, nyálkai hártya immunitás csak a fertőzés hatására jön létre. Tehát ez a vakcinák hatására ilyen nem alakulhat ki. Sejtes immunitás és antitestes immunitás kialakulhat a vektorvakcinák és a messenger RNA-s vakcinák hatására, míg az inaktivált vakcina hatására elsődlegesen antitestes immunitás alakul csak ki. Tehát azt kell tudni, hogy a három vakcina típus után alapvetően milyen immunitás típust várhatunk el, illetve nagyon sokszor felmerül az a kérdés is, hogy lehet-e keverni a vakcinákat. Igen, lehet. Nagyon sok helyen, sok országban már ez az úgynevezett vakcinamixelés, ez bevált gyakorlat. Ez, bocsánat, azt jelenti, amit ön korábban nyilatkozott, hogy a második oltásra akkor másféle például, vakcinát lehet. Igen, hiszen például volt már olyan tévesztés, amikor az első oltás után a második dózist valaki mással kapta meg, figyelmetlenség, adminisztrációs hiba, bármilyen mások miatt, ebből semmi probléma nincsen. Ugyanígy, ha valaki nagyon súlyos allergiás reakciót ad az első oltásra, akkor a második oltást már szándékosan sem abból kapja meg, abból a típusból, hiszen nála már bebizonyosult, hogy az káros hatású. Tehát ennek ezzel nincs probléma, ez csak azért nem széleskörű gyakorlat, mert a vakcinagyártók ilyen esetben nem vállalnak szavatosságot. Tehát a vakcinagyártó csak az általa előírt protokoll szerint végzett vakcinázásért vállal felelősséget, márpedig ők előírják, hogy az első dózis után, első dózis Sputnik után a másodikat kell adni, az első Pfizer után a másodikat. Tehát a vakcinagyártók előírásait, ha megszegjük, akkor ők szavatosságot nem vállalnak. Tehát ez az oka annak, hogy jelenleg ez a vakcina mixelés nem széleskörű gyakorlat. De ezért mondtam én, hogyha valakinek például az lesz a követelmény, hogy olyan országba akar menni, ahol a jelenlegi alapimmunizálásnál használt vakcinát nem fogadják el, nyugodtan beoltathatja magát nyáron, vagy ősszel, vagy a minimum mondjuk 2 hónap elteltével nyugodtan a következő immunizálást már más vakcinával kaphatja. És az a legelőnyösebb, ha más típussal, tehát van ugye az inaktivált vakcina, a vektorvakcina és a messenger vakcina, ha valaki inaktiváltat kapjon, akkor inkább kapjon messengert. Ha a vektorvakcinát kapott, akkor kapjon inkább inaktiváltat, tehát típusváltás is célszerű immunológiai szempontból. Ugye az aggodalmak sorában 2 az, ami a médiában megjelent. Ugye nyilván egyik a vérrög képződés, a trombózis az Astra vonatkozásában. Ma reggel pedig azt olvasom már az országos sajtóban, hogy a Sputnikból vettek, vételeztek vissza mintát Szlovákiában, illetve Magyarországon. Talán akkor kezdjük ezzel a mai hírrel. Ennek mi lehetett, vagy lehet az oka, hogy kontrollálja és 1 hónapot kér a megvizsgálására a gyártó? Ez egyrészt normális procedúra, tehát ez a vakcina gyártók időnként bizonyos sarzsokat visszahívnak, bevizsgálják. Ez akkor szokott esetleg felmerülni igényként, ha valamilyen szavatossági probléma lép fel. Ebben az esetben ilyen adat nem jutott nyilvánosságra, tehát nem tudjuk, hogy most csak ez a rutin ellenőrzés zajlik, vagy pedig tényleg volt valami probléma, ami még a szakmai közvélemény számára sem ismert, de minden esetre ez lehet, hogy csak rutin eljárás. Én úgy gondolom, hogy mivel a média világát éljük, és ez a betegség most kiemelten szerepel a médiában, a normálisan egyébként az eljárási rend gyakorlatát követő metodikák is most a figyelem középpontjába kerülnek. Itt erről is lehet a szó. Tehát azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben, állategészségügyben a visszaellenőrzés, a rekontroll rendkívül fontos dolog, vakcinák esetében pedig hihetetlenül fontos. Hűtési kapacitás megszakadt-e például a hűtési lánc, hatásosság, sterilitás, ártalmatlanság megmaradt-e, ezeket kötelező ellenőrizni. Ez egy visszaellenőrzési metodika. Csak most egy kiemelt olyan világot élünk, amikor minden mozzanatunk, minden mozzanat nyomon van követve. Abszolút. És professzor úrnak az egyik mondatára szeretném még kiemelten fölhívni a figyelmet. Tehát a vakcina
az ornyálkahártyán, a szájüregben, kötőhártyán a lokális védettséget nem tud kialakítani. Tehát nem jelenti azt, hogyha valaki egyszer-kétszer, vagy évek múlva x-szer vakcinázva lesz, a vakcina, vagyis a vírus az ő szervezetébe ne tudna lokálisan, helyileg megtelepedni. Az a lényeg, hogy ez a kórokozó nem tud szisztémás, szövődményeket okozó súlyos szervi elváltozásokat okozni. Tehát a vakcina nem áll ott a kapuba, hogy ne engedje be a vírust. A vírus be fog menni, de nem tud szétterjedni és megbetegedést tehát okozni. Tehát a tragikus lefolyást. Így van, ezt kell tudomásul venni. Tehát, hogy a vakcina után is, hogy ő megbetegedett. De enyhébben zajlottak le a tünetek. Így van. És betegségek valóban voltak. Különböző korosztályoknál, különböző korcsoportoknál, elnézést, a nemeknél különböző betegségek, betegségével való hajlamok előfordulnak, előfordulhatnak. Ez az élő lényeknek a tulajdonsága. Egy vakcinázás is egyébként a szervezetet egy kicsit megterhelheti, egy vakcinázás egy betegségre való hajlamot egy kicsit megerősíthet. De önmagában a vakcináknak hatékonynak, ártalmatlannak és sterilnek kell lenni. Ezek a legfontosabbak, és minden ilyen visszahívás mögött, ellenőrzés mögött egy rekontroll van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, megnyugtató válasz. Igen. A rögösödés és a vérhígító szedése, ugye, ha folyamatosan azt hallottuk, hogy mindenki vette a vérhígítót, és ugye az oltásoknál ezt alkalmazza, de olyan nyilatkozatot is hallottunk szakemberektől, hogy gyakorlatilag felesleges a vérhígító szedése. Különbséget kell tennünk a vérrögképződés, azt hiszem, hogy nagyon széles körben ismert ennek az orvosi neve is, tehát a trombózis, ugye ez az orvosi neve a vérrögképződésnek, amikor sérülés nélkül apró véralvadékok képződnek a keringési rendszerben, tehát ez a trombózis, ez kétféle lehet, van, amikor az artériás trombózis, tehát a szívből kijövő ereket hívjuk artériáknak, amik szállítják a szövetekhez a friss vért, az oxigéndús vért. Különbséget kell tennünk az artériás vérrögképződés és a vénás vérrögképződés, ugye ami a vénákon keresztül megy vissza a szívbe, hogy azután a tüdőn keresztül újra oxigént kapjon, és a széndioxid tartalmától megszabaduljon. Tehát az artériás vérrögképződést nem figyelték meg egyik vakcina után sem. Amikor probléma merült fel, mindig vénás vérrögképződés volt, és ez a vénás vérrögképződés, vénás trombózis, ez tulajdonképpen nem akadályozható meg azokkal a véralvadás gátlókkal, amiket az emberek szedtek. Nagyon sokan szedtek például aszpirint, vagy más ilyen, ezek mind az artériás vérrögképződést gátolják meg, a vénás vérrögképződés nem. A vénás vérrögképződésre akinél hajlam van, és ez megállapítható, tehát ez megint a szűrés, az előzetes szűrés során felkeltheti az orvos gyanúját, tehát például akinek alacsony a vérlemezke száma, érdekes módon ugye a vérlemezkék azok a vér alkotó apró elemek, amik a véralvadásért felelősek. És érdekes módon, ha ezeknek alacsony a száma, akkor hajlamosabbak vagyunk vénás trombózisra. Tehát az orvos, ha tudja, korábbi vérvizsgálatok során látta, hogy a vénás trombózisra hajlamos az illető, mert alacsony a vérlemezke száma, igen, akkor az orvos adhat vérhígítót, de ezek a vérhígítók vén nélkül nem hozzáférhető szerek. Ezek például alacsony dózisú, elnyújtott hatású heparin, és így tovább. Tehát ezek orvosilag kontrollált adagolásban esetleg alkalmazhatók azoknál az arra hajlamos személyeknél, akiknél megvan a vénás trombózis kockázata. De ezeknél az orvos mondhatja is azt, hogy nem adom ezt vagy azt a vakcinát, hanem inkább egy olyat, aminél fel sem merül a gyanúja annak,
hogy esetleg ilyen probléma kialakulhat. Bocsánat, egy nagyon fontos kérdés, hiszen egy újabb fogalommal a vírushelyzetben gyarapodtunk, ez pedig a post-covid. A vakcinázás segíti-e ennek vagy ezeknek a lehetőségeknek a csökkentését? Igen, tehát ugye a post-covidot két értelemben szokták használni, tehát aki már átesett a fertőzésen, igen, és visszamaradtak nála tünetek, igen, nagyon súlyos fáradékonyság, depresszió, akkor különböző ilyen félelemérzetek, amiket összefoglaló néven fóbiának nevezünk, tehát az, hogy nem találkozik másokkal szívesen, és a többi, és a többi. Tehát ilyen enyhe pszichés zavarok is kialakulhatnak. Ízérzékelés hosszú távú, tehát akár több hónapig tartó visszanemtérése, és így tovább, tehát ezek az úgynevezett post-COVID, vagy légzési nehézségek, olyan problémák, amik nagyon segítik a... Tehát, légszom. Tehát légszom, nem tud egy mély levegőt venni, és így tovább. A vakcináció ezeken is javít. Tehát érdekes módon ezeknek a leküzdését is segíti a vakcina, holott ilyenkor már elvileg vírus nincs a szervezetünkben, de nem tudhatjuk. Tehát erre irányuló vizsgálatok még nagyon gyerekcipőben járnak, hogy vajon az átesett személyeknek hány százaléka az, aki esetleg tartósan hordozhatja a vírust, mert ez is elképzelhető, csak egyelőre nincs bizonyítékra. Tehát ezekben a post-covidos esetekben nagyon segíthet a vakcina, illetve ha a vakcinázottak esnek át a fertőzésen, akkor az ilyen post-covid nem szokott kialakulni bennük. Tudjuk mi ezt a post-covidot, felismerjük mi magunkon? Sejthetjük, hogy egy tényleg egy depresszióban, egy rossz közérzetben ez is állhat. Hát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen orvosi segítség kell ebben az esetben. Tehát azért gondoljunk bele, hogy a média által leírtakat az ember magára képes venni. Tehát állatorvosok, orvosok, amikor tanulnak egy belgyújászatot, egy korbonsztant, akkor azokon a betegségeken átesnek, és azokat a tünetcsoportokat magukon észlelik. Ezt professzor elfogta. Amikor előadást tartok, mindenki köhétsenlik, mikor elkezdek a légzőszervi vírusokról beszélni. Így van, orvosi segítség mindenféleképpen kell ebben a dologban. De nagyon érdekes a vakcina segítsége, illetve segítése, mert az immunrendszer azért ebben a szempontból még nagyon-nagyon ismeretlen területeket is mutat nekünk. Más élőlényeket, most nem mondom a nevét, ugye állatorvosi világ, tudjuk, hogy akár 18 hónapig is ürítheti a vírust, 18 hónapig, azt is tudjuk, hogy 3-5 hónapig bizonyítottan cirkulál a vírus, tehát bizonyos élőlényekben. Nincs még akkora tapasztalat, tehát nincs még akkora vizsgálati merítés, hogy ne tudjuk. A biológia az nem olajcsere, leengedjük az olajat, új olajat öltünk bele, és akkor az autó gurulni fog. Mindannyian egy kicsit különbözünk, még hasonlóak is vagyunk, és a fölépítésünk azonos, de az immunrendszerünk a környezeti tényezőktől, a táplálkozásunktól, a korunktól, a nemünktől, és az immunstátuszunktól, alapbetegségeinktől függően egy kicsit változékony. Ezért nincs mindenkinek post-covidja, de ezért lesz néhány ember, akinek van post-covidja. Akik tünetmentesen esnek át, azok nem mutatják ezt a tünetet, de azokról tudunk, arról a néhány emberről mindig, aki az átlagtól eltérő. Tehát én azért mindenkit megnyugtatok, hogy ez a kórokozó azért nem fogja a világszintű, világméretű post-covid szindróma tünetcsoportot kialakítani. Persze. Tehát azért az életünk normalizálódni fog, hogy professzor is mondta, őszre úgy gondoljuk, hogy ez a világ normalizálódni fog. Professzor úr említett, és nagyon fontos kérdés a gyermekek vakcinázása. Ugye, amit három korosztályi csoportban, 16 éves kortól, 12-től 16-ig, és majd 6 éves kortól, így ütemezi ön is, hogy így tudja elképzelni. Biztos, hogy számtalan kérdést fog majd a családanyákban feltenni, vagy feltetetni, hogy vajon melyiket, hogy biztos, hogy meg fog jelenni ez a kérdés. Hát alapvetően, amelyiket engedélyezik. Tehát ugye jelenleg már folynak vizsgálatok, hogy vajon melyik vakcina az, ami alkalmas a fiatalkorúak oltására. 16-18 éves korosztálynak az oltása már több országban elkezdődött. Vezető szerepet ebben megint Izrael viszi.
ahol ennek a fiatal korosztálynak már 25-30%-a beoltásra került, minden következmény nélkül, ugye a Pfizer vakcinával, de minden esetre látjuk azt, hogy ahogy az idősebb korosztályok oltása előre halad, azokban az országokban, ahol már elég magas az átoltottság, például Izrael, Nagy-Britannia, Magyarország, látjuk, hogy tolódik lefelé az életkora, az átlag életkora a betegeknek. Tehát azoknak, akik kórházba kerülnek, és sajnos azok között is, akik lélegeztetőgépen vannak, vagy meghalnak, ők közöttük is már 10 évet csúszott lefelé az átlag életkor. Tehát egyre több a megbetegedett fiatal, ami azt jelenti, hogy a vírus már nem talál terepet az idősebbekben, kénytelen olyan területeket meghódítani, ahol korábban még nem okozott problémát. Tehát a fiatalok között is terjed a fertőzés, és ez talán őket is meggyőzi, hogy érdemes beoltatni magukat, illetve a szülőket is meggyőzi arról, hogy érdemes a gyermekeiket rábeszélni arra, hogy oltassák magukat, mert igen, főleg a fiatalokban, akik valóban legtöbbször enyhe tünetekkel, vagy kicsit súlyosabb tünetekkel, de átvészelik a fertőzést, nem tudhatjuk, hogy 2 év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, vajon ők közöttük nem lesz-e magasabb a cukorbetegek aránya, nem lesz-e magasabb az infarktusosak aránya, a magas vérnyomásúak aránya, tehát hogy megint csak milyen hosszú távú vírus hatásai vannak ennek a vírusfertőzésnek, azt még nem tudjuk. És ugye a mutánsok, bocsánat, ugye, amiről hallunk, hogy állítólag rosszabb és hogy nehezebb. Így van, és főleg ez, hogy ugye az idősebbekben már nem talál terepet a vírus, lehet, hogy olyan mutánsok alakulnak ki, amik egyre jobban alkalmazkodnak a fiatalok szervezetéhez. Tehát ez sem kizárható, tehát ezért kellene, ennek a megakadályozása érdekében kellene a fiatalokat is rábeszélni az oltásra, amennyire lehet. Jó lehet, igen, statisztikailag ők kevésbé betegszenek meg, és ezért, ha meg különben is a fiatalok kockázatvállalóbbak, igen, vagy ha úgy tetszik, könnyelműbbek, ki hogy fogalmaz, hajlamosabbak egy kicsit félvárról venni a Covidot, de még egyszer mondom, a hosszú távú következmények miatt ők is érdemes lenne, ha oltatnák magukat, mert annak nincs kockázata. Igen, és hát ne felejtsük el, a fiataloknál most következnek vizsgaidőszakok, érettségidőszakok, amik stresszel járnak, és nagyon jól tudjuk, hogy az oxidatív stressz a szervezet immunrendszerét bizony nagyon igénybe veszi. Tehát rendkívül fontos a fiataloknál, hogy vitamin háztartásra odafigyelni, a helyes táplálkozásra, legyenek a szabad levegőn, mozogjanak, és amikor ez a lehetőség meg lesz a vakcinálásra, ezt a vakcinát vegyék fel, mert valóban ők a jövő, tehát rájuk nagyon-nagyon vigyáznunk kell. A 18 éven felüliek természetesen már most is oldhatják magukat, de szerintem legkésőbb a nyáron a 16 és 18 év közötti korosztály számára is hozzáférhető lesz. Utána vélhetőleg forgalomba kerülnek olyan vakcinák, amik 12 és 16 év között, legkésőbb pedig a 6 és 12 év közöttiek oltása kezdődhet majd meg. Én remélem, hogy már jövő, tehát ebben a most szeptemberben kezdődő iskola évben már a gyerekek is védetten, oltottan vághatnak neki az iskola évnek. Se a pedagógus nem érzi majd magát veszélybe, se a gyereket nem kell, hogy féltse a szülő. A szülőnek se kell félni, hogy hazaviszi, a nagymamának átadja. Tehát mindenki számára sokkal előnyösebb lesz, hogyha a fiatalkorúak számára is hozzáférhető lesz az oltás. És végezetül lezárva beszélgetésünket, ez talán oda is vezet akkor, amit az elmúlt héten Bill Gates nyilatkozott, miszerint jövőre már minden a régi kerékvágásba visszakerülhet. Én is ebben bízom. Legyen ez a végszó. Uraim, köszönöm, hogy elfogadták a lehetőséget. Köszönöm, hogy megkívást. Üdvözlünk mindenkinek, és jó egészséget. Kedves nézőink, programajánlónk a jelenlegi járványügyi szigorításoknak megfelelően az online tereket tudja ajánlani. Szombaton Facebook oldalunk élő bejelentkezéssel várja majd Önöket 18 órától férfi vízilabda mérkőzés közvetítésével. Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ne felejtjék figyelemmel kísérni a Facebook oldalunkat, ahol naponta többször frissülő híreket láthatnak.
Közéleti magazinnal legközelebb egy hét múlva csütörtökön jelentkezünk 17 órától. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, viszontlátásra! A műsorszám támogatója a Magyar Tudományos Akadémia és Magyarország kormánya. COVID-19-ben eddig világszerte mintegy 100 millióan betegedtek meg, és több mint 2 millió ember életét követelte a betegség. Mára a járvány elleni hatékony védekezéshez többféle védőoltás vált elérhetővé. A modern és a hagyományos COVID-19 védőoltások között a legfontosabb különbség az, hogy a modern mRNA-s védőoltások nem tartalmaznak egész vírust. Csupán a vírus egy fontos alkatrészének, az úgynevezett tüskefehérjének tervrajzát. Az oltással csak a tervrajz, egy rövid RNS darab kerül be a szervezetünkbe, anélkül, hogy megváltoztatná annak örökítő anyagát. Ez a kis RNS szakasz az izomba juttatva beindítja a tüskefehérjék gyártását, majd lebomlik. A hagyományos vakcináknál magukat a vírusfehérjéket, köztük a kulcsfontosságú tüskefehérjét juttatják be az izomszövetbe, általában elölt vírus formájában. Az ezt követő folyamat minden vakcinatípus esetében hasonlóan zajlik le. A testszerte járőröző immunsejtek idegen anyagként mutatják be a tüskefehérjét az immunrendszer karmestereinek, a segítő T-sejteknek. Ezek a segítősejtek riasztják az immunválasz végrehajtóit, az ölősejteket és az ellenanyag termelősejteket. Ezek a sejtek képesek megvédeni a szervezetünket a vírus támadásától, és közben a koronavírus tüskefehérjére emlékező memóriasejteket is létrehoznak, amelyek készenlétben állnak egy későbbi vírus támadás esetére. A védőoltás legfontosabb eredménye az immunmemória kialakulása. Ha ezután támad a koronavírus, nincs sok esélye. Az ellenanyagok beborítják és így gátolják meg, hogy a sejtjeinkhez kötődve fertőzést okozzon. A már fertőzött sejteket és bennük a vírusokat könyörtelenül elpusztítják az ölősejtek. A védőoltás hatására a fertőzések 90%-ában a betegség nem alakul ki. A többi esetben pedig jóval enyhébb lefolyású, mint oltás nélkül. Ezeket a koronavírus vakcinákat már több millió ember kapta meg világszerte, és vált védetté a betegség kialakulásával szemben. A járvány felszámolásának egyetlen hatásos eszköze a védőoltás. Éljen vele, és továbbra is tartsa be a távolságtartási, maszkviselési szabályokat, rendszeresen és alaposan mosson kezet. Az oltásokkal kapcsolatos részletes tudnivalókról, kezelő vagy házi orvosától és az oltópontokon szolgálatot teljesítő orvostól tájékozódhat. A műsorszám támogatója a Magyar Tudományos Akadémia és Magyarország kormánya.